A 11, 12. és 13. diákjaink közül azok, akik a biológia iránt érdeklődnek, egy szemléletformáló nap rendezvényein vehettek részt. A célja az volt ennek a rendezvénynek, hogy a KEOP 6.1.0-as pályázatban vállaltak szerint a fenntartható fejlődés jegyében a diákok figyelmét felhívjuk arra, hogy az egyik legégetőbb probléma napjainkban a globális felmelegedés. A mai napon ehhez megnézték a diákjaink Al Gore, az egykori USA alelnök filmjét a Kellemetlen igazság címmel. Utána egy előadást hallgathattak meg, egy rendkívüli tanórán vettek tulajdonképpen részt, aminek azt a címet adtam én, mint biológia tanár, hogy az igazság órája. És ezután pedig csoportfoglalkozások keretén belül ötleteket adnak a diákok ahhoz, hogy hogyan lehetne a globális felmelegedést elkerülni, hogyan lehetne helyi szinten megoldásokat találni, illetve a csoportfoglalkozás végén ökológiai lábnyomot is fognak számolni a diákjaink. Eközben két alkalommal a rendezvény során 20-20 perces szünetekben finomságokat ehetnek a diákok. Ezek a finomságok kizárólag hazai, sőt mondhatom helyi, Veszprém megyei termelőgős termelőknek a termékei. Mi a legfontosabb tapasztalat a mai napon, amit szereztél? Hát sok minden újat hallottam, attól függetlenül, hogy már rengeteget hallottunk órán is a globális felmelegedésről és az üvegházhatásról is például. Számomra a legnagyobb tanulság a mai napon az, hogy mi is tényleg próbáljunk minél többet tenni azért, hogy a saját környezetünkben is minél kevesebb legyen például a szén-dioxid kibocsátás is, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a mai nap olyan szempontból is, hogy fölhívta erre a figyelmet is, és szerintem nagyon jó, hogy kicsit más perspektívából is láttuk ezeket a dolgokat, hiszen teljesen más így tényleg egy filmen keresztül látni ezeket a dolgokat, mint hogyha csak hallunk róluk a tanórán. A mai nap után mi az, amit másképp fogsz csinálni, mint eddig? Hát én eddig is nagyon igyekeztem, hogy környezettudatosan éljek, de például a vízhasználattal kapcsolatban gondoltam az, hogy tényleg figyelnem kell arra, hogy minél kevesebb vizet használjak, például, hogy az ember mondjuk ne sokáig zuhanyozzon, vagy például a mosogatásnál is, hát minél kevesebb vizet használjon. Mi volt a legmegdöbbentőbb információ, amit hallottál? Számomra az volt a legmegdöbbentőbb, amikor egy filmrészletben láthattuk, hogy mihez vezethet a túlnépesedés. Tehát az, hogy ott például egereken mutatták be, hogy minél több, tehát minél jobban megnőtt az egerek létszáma, annál agresszívakká váltak, és ez számomra nagyon megdöbbentő volt, hogy az ember jelleme is megváltozhat ezáltal, hogy többen lesznek.